Én már 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a Vai Ádám muzeális gyűjteménye az alkotók előtt. Évente 10-15 meghívott művész dolgozik itt 2-3 héten keresztül, akik az ország számos pontjáról érkeznek Vajára. A hagyományokhoz hűen idén is széles skálán mozgott az alkotások témája és az elkészítésük technikája. Ha szétnézünk a nagyon szép impozáns kiállítótermünkben, akkor nagyon sokféle témájú, nagyon sok technikával készült festményeket, grafikákat láthatunk. Tehát vannak olajképek, festmények, pasztelképek, grafikák. Tehát nagyon széles az a skála, amin alkottak, amit készítettek a 10 nap alatt, 12 nap alatt a Vaján lévő alkotók. A festmények közül minden évben a gyűjteményben marad egy-egy darab, a többit aukcióra bocsátják. Ez idén november 25-én lesz, a tárlaton azonban csak október 31-ig láthatóak az idei munkák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nyugodtan nevezhetjük a kultúra egyik fellegvárának is, és nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely pontosan azt célozza meg, hogy lehetőséget adjon akár feltörekvő művészeknek, akár pedig már olyan művészeknek, akik már letettek valamit az asztalra, hogy meg tudják mutatni magukat, és ez a mostani kiállítás is egy ilyen, és ráadásul ez már hagyománnyá vált, hiszen a 10. alkalommal vagyunk itt. Idén 10 festő érkezett a művésztelepre. Nem csak a megyéből jöttek alkotók, képviseltette magát Sziget-Szentmiklós, Esztergom, Kolozsvár, Szentendre, sőt, Spanyolország is. A művészek nem csak a festményeket ismerhették meg, tanulhattak is egymástól. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy a vajai művésztelepen megtapasztaltam azt a nagyon nagy szeretetet, hogy a művészekre odafigyelnek, segítik őket, és igazából szívből kívánják nekik, hogy jó, nagyon magas színvonalú alkotásokat hozzanak létre. Azt hiszem, hogy a művészeknek sikerült is egy nagyon kitartó, szorgalmas munkával magas színvonalon alkotniuk, és hát a vajai gyűjteményhez is hozzájárulni, a vajai gyűjteménynek a gazdagításához. A jubileumi tárlatra a Magyar Királyi Posta 150. évfordulója alkalmából is készültek alkotások. A posta ez alkalomból egy különleges kamionnal, egy utazókiállítással bejárja az országot. Legközelebb Cigány, Csaroda, Szerencs és Diósgyőr településein látható a kiállítás.